Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. december 16-án, este 7:30-kor. Rendkívüli testületi ülés. Kalocsa vízellátásának és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról döntöttek a városvezetők. Összejött az adomány a vénaszkennerre. Több mint 1,5 millió forintot gyűjtött össze dr. Körmendi Szabolcs. Gyakoriak a felső légúti megbetegedések, még nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást. Rendkívüli ülést tartott december 13-án pénteken a képviselőtestület. A grémium egy a város vízellátásának és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséről szóló pályázat benyújtásáról döntött. A határozat értelmében az önkormányzat 1 milliárd 143 millió forint vissza nem térítendő támogatás igénybevételére pályázik. December 13-án rendkívüli képviselőtestületi ülésre került sor, melynek keretében a grémium a Paksi Ipari Park Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Által meghirdetett a víziközmű infrastruktúra fejlesztéshez, állami támogatás igénybevételéhez megvalósítási javaslatcsomag elfogadását tárgyalta. Ez most egy 1,1 milliárd forintos támogatási összeg. Ez egy költségvetési támogatás, melynek az előlegként történő teljes összegű folyósítása is megtörténhet. Ezzel a vízellátás biztonsága, a Kalocsa és ott a Fogtői úti városrésznek a vízellátás biztonsága biztosítható, illetve a szennyvíz tisztító telepnek is a kapacitás bővítése, illetve annak a megújítása. Az 1 milliárd 143 millió forintos támogatás 100%-os támogatási intenzitás mellett igényelhető. Az említett összeg tervezési költségeket, az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését, valamint a hatósági szolgáltatási díjakat tartalmazza. Ezt a tervezést úgy kell tekinteni, hogy ez a kiviteli tervezésig szól. Ezzel meg tudjuk tervezni azt, hogy Kalocsán ugye régi probléma már a vízminőség, illetve a vízvezeték rendszernek az állapota, és ezzel mindegy a Barákától, a Kutaktól a településig 6,7 km hosszú, ez egy nagy vas cső, ahol jön be a víz, ennek a teljes cseréje foglalja magába. Ezt a vízvezeték csövet még a 70-es években, ha jól tudom, a 70-es években építették be, egy nagyon-nagyon elavult, és ezáltal a kalocsai vízminőség javulása érhető el szakemberek szerint. Az előbbieken túl a beruházás során a város területén az ivóvízhálózat rekonstrukciója is megtörténik majd összesen 11 kilométernyi szakaszon. Az utcaneveket tudom elmondani, tehát itt a Paksi köz, Gém utca, Csalogány utca, a Fogtői út, a Kis János utca, Verseny utca, Alkotmány utca, Nagy Jenő utca, Munkás utca, Ibolya utca, Ecetgyár utca, Vörös Marti utca, Liszt Ferenc utca, Katona István utca, Tóth Mike utca, Móra Ferenc utca, a Mixát utcának bizonyos része, a Középső Kertek utca, Jókai utcában, a Tessedik Sámuel, Mátyás Király utcában, Magyar László utcában és a Fényi Gyula utcában. A projektbe az ivóvíz és a szennyvíz hálózat működtetését, üzemeltetését végző Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Is bevonásra került, részben az önkormányzat, részben a PIP Kft. Részéről a projekt ötletek pontosítása, kidolgozása érdekében. A testület a napirendben szereplő határozati javaslatokat egyhangulag 9 igennel támogatta. A napokban lezárult a már hónapok óta tartó gyűjtés, melyet dr. Körmendi Szabolcs kalocsai tüdőgyógyász kezdeményezett. Összesen 1 millió 750 ezer forint adományt sikerült összegyűjtenie, melyből egy vénaszkennert vásárolnak a kalocsai kórház gyermekosztályának. Több helyszínen, több hónapon keresztül zajlott az a gyűjtés, mely az egész várost és mondhatni az egész megyét megmozgatott. Dr. Körmendi Szabolcs, kalocsai tüdőgyógyász, Szentgyörgyi Albert orvosi díjas doktor még díja megkapását követően indította útjára a jótékonysági akciót. A kalocsai kórház gyermekosztálya számára egy vénaszkenner szeretett volna vásárolni. Az eszköz jelentősen segíti a gyermekek számára a vérvételt, ugyanis kirajzolja a karban futó vénákat, így csupán egyszer kell megszúrni őket a vizsgálat elvégzéséhez. Váradi Richárd egy fiatal apuka volt az, aki megkeresett azzal az ötlettel,
hogy az éppen akkor született kisgyermekének nagyon nehéz volt a vérvétel, hogy segítenék-e, illetve az Egyesületünk, a Kalocsa Jövőért Egyesület segítene abban a gyűjtésben, aminek a célja egy véna szkenner megvásárlása lenne a gyermekosztály részére. És amikor megkaptam a Szent Györgyi Albert díjat, akkor azt gondoltam, hogy más egyéb jótékony szervezet mellett elindítanék egy gyűjtést ennek az eszköznek a megvásárlására. Az álom most valóságá válik, ugyanis a napokban befejeződött a gyűjtés sikerrel. Összesen 1 millió 750 ezer forint gyűlt össze. Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, összesen 7 kalocsai üzletben volt kihelyezve urna, melybe hónapokon keresztül várták a kisebb-nagyobb összegeket. Továbbá vállalkozók, cégek, klubok, szervezetek és magánszemélyek is adakoztak. Nagyon sokan csatlakoztak még hozzá, oly módon, hogy átutalással, vagy pedig voltak olyan betegek például, akik hozzám jöttek, vagy volt, aki az utcán megszólított és az utcán adott hozzám pénzt. Klubok, baráti társaságok, így a kézilabda klub, a kalocsai futballklub, a Kalocsa Kamara Kórus, akkor az Orosz Kulturális Központ, és még nagyon sok magánszemély. Az eszközt már megrendelték, így hamarosan üzembe helyezik a kalocsai kórházban, várhatóan január első felében. A vénaszkenner 1,5 millió forintba kerül, így a fennmaradó 200 ezer forintból infúziós pumpákat vásárolnak majd, szintén a kalocsai kórház számára. Nemrég ugye a múlt héten országos média felületet is kapott ez a gyűjtés, hál' Istennek, és ennek hatására viszont jelentkezett egy pesti vállalkozó, aki gyógyászati segédeszközöket forgalmaz, illetve gyógyászati eszközöket, műszereket újít fel. És ő ajánlott fel a gyermekosztály részére 2 darab felújított infúziós pumpát, amit ugye szintén kilátásba helyeztünk, hogyha lesz elég pénz, akkor vásárolunk, illetve épp a mai nap egyeztettem vele, hogy a gyermekosztály tulajdonában, illetve a gyermekosztályon lévő infúziós pumpák, amik rosszak, ennek a felújítását ő vállalja. Kalocsa Szent Györgyi Albert orvosi díjas tüdőgyógyásza elmondta, nagyon örül, hogy kezdeményezése alapján ilyen összefogás született a városban. Ezen felbuzdulva a jövőben tovább folytatná a jótékonysági akciókat, gyűjtések szervezését. A tél a megfázás, a nátha, a torokgyulladás, köhögés, tüsszögés időszaka. Az orvosi rendelőkben egyre többen fordulnak meg felső légúti megbetegedéses panaszokkal. Az influenza szezon még nem tetőzik, érdemes beadatni a vakcinát. A hideg idő beköszöntével egyre több a megfázásos betegek száma, sokakat kínoz a torokfájás, az ordugulás, a tüsszögés vagy éppen a láz. A felső légúti megbetegedéseket tapasztaljuk, sok az influenza-szerű, de nem influenzás megbetegedés, bár egy-egy betegnél már tapasztaljuk az influenza tüneteit is. Ez a magas láz, tehát 39 körüli hirtelen jelentkező magas láz, különösebb purulens válladék nélkül jelentkező rosszul létek, köhögés, ez elvétve egy-egy napon egy-egy betegnél elfordul, tehát még nem járványszerű. Inkább a felső légúti betegségek az, amit most tapasztalunk. Ilyen esetekben, akiknek a megszokott otthoni praktikák nem segítenek a panaszok enyhítésében, többnapos lázas állapot, vagy ha hurutos tünet mutatkozik, mindenféleképpen érdemes orvoshoz fordulni. Mivel a vírusos betegségeknek nincsen speciális terápiája, csak tüneti, ezért mindenképpen érdemes otthon tartani lázcsillapítót, egy kis köhögésre, egy kis hurutoldót, tehát ezzel el lehet kezdeni otthon a saját magunk kezelését. De ha úgy látjuk, hogy a tüneteik nem múlnak, nem javulnak, mindenképpen forduljanak orvoshoz. Ilyen időben nem elhanyagolható dolog az immunerősítés sem. Az elsődleges az, hogy a védőoltás. Ugyanis a megbetegedések száma is attól függ, hogy mekkora az átoltottság a lakosságnak. Ezt 60% körül lenne optimális, hiszen akkor megvédhetjük egymást, hogy nem adjuk át, míg a tünetmentesek is vagyunk, az influenzát esetleg. A védőoltást mindenképpen javasoljuk, ne féljenek tőle. Ebben az oltóanyagban egyrészt nagy a tisztaság, tehát lokális mellékhatásként jelentkező reakciókat nem tapasztalunk, és a másik, hogy elölt a vírus, nem élő, tehát nem betegít meg. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni. 2 hét után már jelentős védettséget élvez az, aki beadatja magának a védőoltást. Az a tapasztalatunk, hogy általában egy ilyen téli szezonban 2 halmozódás szokott előfordulni, egy így karácsony környékén, egy pedig február közepén.
Tehát még mindig nem késő beadatni. Megvan az a kör, akik ingyenesen juthatnak hozzá. Mi megrendeljük minden évben az ANTS-en keresztül azt az oltóanyagot, amit ingyenesen kapnak meg a betegeink. Tehát 60 év fölöttiek, krónikus betegségben szenvedők, mindenképpen ajánlat. Mi azt szoktuk tanácsolni, hogy a kismamák is kérjék ki a nőgyógyász gondozójuk tanácsát, vagy pedig hát akik daganatos betegségben szenvednek és emiatt kezelésre szorulnak, ők is kérjék ki a tanácsot, mert bizony hasznos lehet. A megelőzés szempontjából fontos a megfelelő személyi higiénia, a gyakori kézmosás, szellőztetés, friss levegőn tartózkodás, réteges öltözködés, valamint az egészséges táplálkozás és a megfelelő vitaminbevitel. Az influenza tetőzése előtt mindenféleképpen érdemes beadatni a védőoltást. Igazán különleges zenei élményt kaptak mindazok, akik részt vettek a harmadik gyertya meggyújtásán a sétáló utcában. Először Selmeci Géza, evangélikus lelkész szólt az egybegyűltekhez, majd Szűcs Gabi és zenésztársa szórakoztatta a közönséget. Karácsonyi muzsika csalogatta vasárnap délután a kalocsaiakat a sétáló utcába. Mikor is 16:30-tól elkezdődött a már hagyományosnak mondható adventi gyertyagyújtási műsor. Az előző vasárnapokhoz hasonlóan a Tália társulat egyik tagja szavalt a közönségnek. Most Madainé Szilágyi Anita Váradi Krisztina versét olvasta fel. Különös érzés, mely védőn ölel át, így üzen az idő, hogy létünk egy fontos szemvillanás. Bár nem biztos minden léptünk, vár egy cél, ragyogjon bennünk a hit, s fényét szórja szét. Biztató a tudat, minden értelmet nyer, így üzen a végzet, hogy egyszer minden jobb lehet. A szavalat után Selmeci Géza evangélikus lelkész köszöntött az egybegyülteket. Ünnepi beszédében az advent harmadik vasárnapjához kapcsolódó üzenetet osztotta meg. Az adventi időszakunk tudvalevőleg nem csupán a várakozás ideje, hanem az eljövetel és a megérkezés ideje is. Nem csupán várnunk kell azt, hogy megérkezzen az ünnep, hanem nekünk magunknak is tennünk kell és igyekeznünk kell, hogy a mi utunk, amire elérkezünk karácsony napjához, egy tökéletes ünnepre fogadjon bennünket. A lelkész kiemelte, hogy az adventi várakozás végén Istennel találkozunk. Sokkal inkább cselekvő ebben az adventi várakozásban nem a mi kezünk, hanem az Isten maga, aki egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust küldte el, és akinek a megérkezésére, a megszületésének az ünnepére mindannyian várunk. Ő jön közénk, ő érkezik hozzánk. Az ő érkezésének a közeledésére int és figyelmeztet bennünket az a négy gyertya, amely egymás után fellobban, és minél több gyertya ég a koszorún, annál közelebb vagyunk az Istennel való találkozás pillanatához. Az adventi gondolatok után felgyúlt a harmadik gyertya is a város adventi koszorúján, ezt követően pedig Szűcs Gabi és zenésztársa lépett a színpadra. A kiváló előadó swing dalokkal szórakoztatta a jelenlévőket, igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a belvárosban. Then pretend it is first some round. He say, are you married? We say, no man. But you can do the job when you're in town. Elsősorban az eladásra kínált halak eredetét, az élő példányokat érintő állatvédelmi feltételek biztosítását és az élelmiszer biztonsági előírások megtartását ellenőrzik a Nébih szakemberei az ünnepekhez kapcsolódó razzia során. Emellett kérik a vásárlókat, ha szabálytalanságot észlelnek, azt jelezzék a Nébih felé. Mint korábban beszámoltunk róla, a hónap elejétől elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal téli szezonális razziája. Az akció elsősorban az ünnepekhez kötődő termékekre, valamint az ünnepi időszakban kiemelt forgalmat bonyolító vállalkozásokra összpontosít. Így ellenőrzés alá kerülnek a halastandok is. Bár az ellenőrzések javarészét a járási kormányhivatalok élelmiszerbiztonsági szakemberei végzik, azért a Nébih állami halüregyi is szolgálatban lesznek végig az időszak alatt, és a Nébih élelmiszerbiztonsági felügyelői is fognak ellenőrzéseket végezni. A karácsony közelettével egyre több hal fogy. A vásárlásnál érdemes odafigyelni például arra, hogy hogyan tárolják a pikkelyest. A halért
értékesítésnél mindenféleképpen oda fogunk figyelni a halak származási helyére, az eredeti igazolásokra, valamint azokra az élelmiszerbiztonsági feltételekre, amelyeket ezeknek a termékeknek az értékesítésénél be kell tartani. De élő halaknál az állatvédelmi feltételek teljesülésére is oda kell figyelni. Nagyon sok bejelentés érkezik ezzel kapcsolatosan is, hogy jófoltan tartják a halakat nem megfelelő előírásoknak, gondolják ezeket. Ezeket is ki szoktuk vizsgálni. A NÉBIH szankcióit szigorú előírások szabályozzák. Az biztos, ha a razzia során emberi hanyagságot vélnek felfedezni a szakemberek, akkor intézkedniük kell. A bírság mértéke egyértelműen a hiba súlyától függ. Vásárlás körülményeire kell odafigyelni, hogyha egy ilyen halászat értékesítő helyen bűzt érzékelünk, vagy nagy mennyiségű olvadékvizet, esetleg azt, hogy a termékek leöregedtek, a halak teste azt mutatja, hogy nem friss termékekről van szó, akkor itt nem is semmiképpen nem szabad vásárolni, sőt, hogyha élelmiszerbiztonsági problémával találkozik a vásárló, azt szeretnénk, hogyha ezeket is bejelentenék a NÉBIH gyors elérhetőségei. Hetedik alkalommal úsztak pingvinek a szelídítóban. Egy fogadalomból nőtte ki magát ez a program, amire az idén már más városokból is érkeztek vállalkozó szellemű úszók. 4,5 fokos volt a víz. Volt, aki combig ment bele a szelídbe, és olyan is, aki teljesen megmártózott. 2013-ban egy fogadásból indult, augusztusban történt a fogadás, ami arról szólt, hogy december környékén megfürdök a szelídbe. És elég nagy marhaságnak tűnt az ötlet, hogy mindjárt hárman csatlakozzanak hozzám. És gyakorlatilag ez volt az induló kő. Onnantól kezdve évenként egyre gyarapodtak a tagok. Hát idén most már 16-17 fürdőző volt. A támogató tagok, akik szeretnek nézelődni, ők jóval többen vannak. Mint az elmúlt években, most is egy jó ügy mellé álltak a szelídi pingvinek. A negyedik éve lesz a gyűjtés. Ennek a nem túl jó ötletnek próbáltuk egy kicsikét az élét venni avval, hogy legyen értelme is a dolognak. Szerettünk volna személyeknek, társaságoknak segíteni. Idén a Kalocsai Gyerekosztálynak próbáltunk egy kis segítséget nyújtani. Azt hiszem, hogy eléggé helyt is álltunk, sikerült is ez. Az összeg az közel 200 000 forint, ezek javarészt magánszemélyek voltak. Fő támogatónknak a népszerű Kukoricás Ferit említenem, és Sziráki Szilárdot, aki ugye aktívan közreműködik ebbe a rendezvénybe. Volt, amikor a jeget kellett törniük az úszóknak. Most kifejezetten jó volt az idő, nem volt szél. Az idei évben, mint ahogy a Zsolti is elmondta, Akasztóról, Bajáról, most pesti futó is volt egyébként, ő nem úszott, mert azt mondta, hogy ő neki 15 km futás bőven elég volt, de elég sokan voltak. Hát és a 17 fő, mint fürdőző, illetve fiatal anyukák, kisgyerek, tehát egész komoly családi rendezvényé fejlődött ez. Hát lehet, hogy ez csak a sütkolbász és a pálinka miatt van, de a fürdés miatt is jönnek sokan. Az ígéretek szerint jövőre is megmártóznak majd december elején a pingvinek a szelídítóban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!